Szevasztok srácok, szép csütörtök délutánt mindenkinek. Üdv, üdv ezúttal is élő adásban, amikor is végre eljött a pillanat, amire igazából mindenki várt, csak senki nem merte hangosan kimondani, mert ciki, hogy minden évben várjuk, de itt van az új FIFA, a FIFA 19, és ebben az évben is ráfüggünk, ahogy kell. És örülök neki, hogy nem vagyok egyedül ezzel a szenvedélyemmel. Szevasztok srácok, hello Tomi, hello Proli, hello Kovesz, Isti, Lintos, System, üdv, üdv, üdv mindannyiótoknak. Ma meg fogjuk kezdeni ismét a story módot, a The Journey-t, Alex Hunter történetét fogjuk pörgetni, úgy, ahogy nem szégyeljük, bátran, kőkeményen, előre felé egy irányba. Abszolút nem azért beszélek ilyen félváról, mert közben még posztolni akarok egy helyre, hogy itt stream van. Szóval Alex Hunter sztoriát fogjuk pörgetni, aminek ez lesz a lezáró része, szóval én nem tudtam róla így kifejezetten előre, de ez egy trilógia, amit az előző két évben kezdtek meg, és elvileg ez az utolsó befejező rész, úgyhogy ma ezzel fogunk foglalkozni 3 órán keresztül, FIFA 19 élő hatás most. Olyan multifunkcionális vagyok, hogy elképesztő. Posted. Nagyon jó. Oké. Okay. Szóval itt vagyok, rátok figyelek. Sokan kérdeztétek, hogy hát, hogy lehet, hogy már most, már tehát még korán van, még nincs 20-dik, hogyan játszok most a FIFA-val? Srácok, a változatosság kedvéért idén Xbox One-on fogunk FIFA-zni, egészen konkrétan Xbox One X-en, és ugye EA Access előfizetéssel már a mai naptól lehet triálozni, ami azt jelenti, hogy 10 óra játékidőn van, úgyhogy beosztjuk ma 3 órát, meg holnap 3 órát, és még jövő héten is marad majd egy kis időnk, úgyhogy így játszhatunk már most a játékkal. Ez egyik. A másik dolog, hogy van egy kis meglepetés számotokra, már többen pörgettétek a felkiáltójel Coca-Cola parancsot a cseten, és most mindenki spamelni fogja, ezért nem fog működni, de a lényeg, hogy ezt a streamet is a Coca-Cola csapata megtámogatta, méghozzá azzal, hogy egyrészt megint lesz mit innom, aminek mindig nagyon örülök. A másik meg az, hogy október 20-án Pesten, hogyha szeretnétek egy közös buliban részt venni és fifázni közösen, akkor lesz rá lehetőség. A stream info oldalán, telefonon, vagy a stream alatt PC-n találtok egy linket, egy Google formot, hogyha szeretnétek jelentkezni, nem kell semmit csinálni, jelentkezni kell, hogy ráérek október 20-án Pesten, és szeretnék Nessel egész nap fifázni, meg röhögni. 30 főt fogunk kiválasztani, úgyhogy aki szeretne jönni, ott van minden a leírásba, kattintsatok a bannerre, illetve 10 percenként a bot parancsot is le tudjátok kérni, ahol szintén ott van a link, de most megspamelem nektek a chatre, hogyha valaki, ne adj Isten, nem tudna olyan messzire levánszorogni a stream alá, akkor lássátok. Úgyhogy ennyi a sztori. Mindenféleképpen akartam már, meg hát csináltunk is többször közös fifázást veletek, úgyhogy ezúttal is lesz. Lehet, hogy nagyon sokan ott fogjátok először kipróbálni az új fifát, meg lehet mutatni ellenem, hogy ki mire képes. Voilà! Íme, ott van a cseten, srácok. Lehet nézni, informálódni. Aki szeretne fifázni október 20-án vélem, meg úgy amúgy jól érezni magát, Pesten, az töltse ki a formot, 30 embert fogunk kiválasztani. Adjátok tovább, mert addig él a lehetőség, amíg stream van. Szóval délután 5-ig. Tehát, hogyha a kisbarátoddal szeretnél jönni, akkor most küldjed el neki messengeren, hogy gyere, jelentkezzél, mert később nem lesz rá lehetőség, mert ugye viszonylag korlátozottak a helyek, tehát hívhatnék 200 embert is, csak akkor senkivel nem tudnék normálisan kommunikálni, úgyhogy egy ilyen szűk körülre szapott, exkluzív Coca-Cola-s FIFA rendezvényt csinálunk majd nektek. Na, ennyit felvezetésként most meséltek ti, hogy mi az újság. Mondjátok. Köszönöm szépen, Kengu, a 13. hónapos feliratkozást. Peregjenek azok a pingvinek a cseten, hogyha nekem is működni fog. Ott van, abba a pillanatban. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, VM, a csírt, szevasz! Szevmedzó, Pride, Neszaj, Pride, Gai, Pride, Kappa, Pride, Neszajlul. Ez a legpride-osabb csír volt, amit valaha kaptam, Kengu. Kengu, VM, nagyon szépen köszönöm. Szép napot, UFO, szia, Ágota.
Sziszuli, ez nem jelent kifogást, tehát ahhoz nem kell tudni fifázni, hogy jelentkezés elgyere. Tehát, hogy ezek ilyen apró kifogások. Tehát, hogy ez nem kifogás, szevasz Lidakor. Na, mehet! Mindenki készen el, vártam kényelmesen 8 percet azoknak, akik késnek. Úgyhogy nyomjuk. Riszitász, mi az oka annak, hogy már nem PS4-en tudod? Úgy tudtam, hogy FIFA-hoz PS4 a hivatalos platform. Én nem tudok róla, hogy lenne hivatalos platform, tehát FIFA versenyek Xboxon meg PS4-en is vannak. Most így döntöttem, tehát nyomtam már PC-n, nyomtam már PS4-en, ki akartam próbálni Xboxon is, tehát nincsen kifejezett elköteleződésem egyik platform iránt sem. Most ide vettem meg, úgyhogy nincsen mögött kifejezetten tudatos döntés. Szerettem volna kipróbálni az összeset. Ennyi az egész. Novid, tegnap tök együtt éreztem veled, hogy milyen a hajad, erre ma megcsinálod, megyek, megcsinálom én is. Hát azért az erős túlzás, hogy rendbe raktam a hajamat, de próbálkoztam, srácok, hát ennyi sikerült. Ennyi sikerült. Nagyon helyes, örülök, hogy dobtatok jelentkezést, srácok, köszönöm szépen. Így. Jó lesz, én már előre várom, de még messze van, úgyhogy röfenjünk a játékba, azt nézzük. Az új menü. Mindig ez a legfontosabb, nem? Hogy milyen a menü. Íme, ilyen a menü. Ennyi volt a FIFA stream szemben. Nem. Nyugi. Szóval. Play. The Journey Champions. Remélem, hogy a hangerő jó lesz. Ugye a FIFA-ban a hangerő állítás az mindig érdekes. Tudsz elméletileg többet is nyomni, mint 10 óra, csak glitchelni kell. Nem. Nem csinálunk ilyen kreatív use of game mechanics-ot, srácok. Semmi ilyen. És most, hogy máshol mented, meg tudod aktiválni a story mód mentésedet? Kreatív form, én nem tudok róla, hogy játékok között lenne story mód mentés. De lehet, hogy van, de nem. Semmiképpen. Kapcsolják be biztonsági jöveiket, pillanaton belül elkezdődik Hunter legújabb kalandja. Így van, Mr. Domestos. Ugye annyi az újdonság, amit előre lehet tudni az idei Journey-ről, hogy szétszették egy picit a dolgot, és 3 főszereplőnk van, nem csak Alex-el, hanem a hugával, illetve Danny Williams-el is, úgymond külön-külön sztorit kapunk, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, vágjunk is bele. Rányomtam. Nem lehet már visszavonni. Igen. Saved data off. Ó, tényleg át lehet hozni a mentést. Akkor igazatok volt. Jó, hát azért lássuk be, olyan egetrengető döntések nem voltak a Journey-ben, amit mindenféleképpen el kellett volna mentenünk, szerintem. Köszönöm szépen, Keti, hozzá 6 hónapot. Koncentráljunk a hugára, ha lehet. Mindenféleképpen. Na, szóval saved data az off, ugye? Igen. Dialóg English-ül fogjuk tudni, és lesz felirat, hogy aki nem tud annyira angolul, az tudja olvasni. Alex Hunter, 80-as rating, advance. Júj, de izgulok. Há, bármi megtörténhet. Igen, a csapatválasztás szempontjából igen, kreatív form, igazán. Previously on the journey. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know. There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! I'm ready! Come on! Michael Kirk. I just love playing football. That's all I know how to do. Good luck on a new season. Cheers. Images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. That is not what happened. We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time! It's not like that! What's it like then? Alex! Mennyi átigazolás volt a tavalyi sztoriban amúgy. Mindenhol voltunk. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood. All I'm doing is fighting every inch of the way to play the game I love. Well, 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 look who's back from La La Land. Everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. It's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Atletico, PSG, Bayern. Alex,
This is Beatrice Villanova. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. És itt lett vége. Ilyen cliffhangerrel itt lett vége tavaly. Emlékszem. Szóval ja, tavaly volt MLS, meg PSG, meg minden volt tavaly. Na de lássuk, mi van idén. Retro! Nem már, hogy retro meccset játszhatunk. Az a bajusz! Mi az a bajusz? Hunter? Have a good match. I will. Régen több volt a sár. Hundredth goal's been hard to come by, eh, Jimmy boy? No harder than the first 99. Don't be thinking you'll be getting it now, my son. Oké, szóval ő ugye Hunternak a nagyfaterja, és egyből itt vagyunk, kinek sem! Mi van? Ennyi! Elkezdtem! Ennyi! Így kell kezdeni! Rare achievement! Ennyi, köszi, köszi! Jim Hunter, ugye a nagyfaterja Alexnek, és a századik gólja, amiről annyit hallottunk. Nagyon menő ez a retro kezdés. Coventry Manchester United. A cinematic hangos volt, tudom. Majd állítunk a hangerőn. De hát ez mekkora egy ilyen retro bulival indul. Ez rohadt jó. Figyelj, ott megy a szélen. És hopp, pif, pif. Ez nagyon jó. Ilyen retro módot akarok izé simába is. El kell lőni. Azaz. Iméri esés. Az az időkijelző, ugye? De rohadt jó. Miért nincs ilyen játékmód? Na 73. perc. Azaz. Fejeld meg a hosszú. Ennyi. Fordítunk. Ami kicsit cringe volt, hogy ugye, akivel vitatkozott a nagyfater, az Walker volt. Tehát, hogy én nem emlékszem, hogy eddig lett volna ilyen, hogy Walkernak a nagyfaterja is riválisa volt a mi nagyfaterunknak, de whatever. Legyen így. Na, megfordítottuk a meccset. Coventry United 1-2. Hát nyilván a Unitedbe játszott a nagyfater, hát nem kérdés. Hopp, ez egy pár méteres les. Ugyan már 1950-ben még nem vették észre a partjelzők a lest. Túlságosan szigorú a játék. Hopp, 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 azaz. Még meg kell szoknom azért az irányítást, mert jelentősen más a tavalyihoz képest. Az is les. No problem. FIFA 20-ba jöhetne ilyen mód, hogy aranycsapattal játszani. Amúgy, ja. Hogyha beleraknának egy ilyen 20-30 klasszik tímet, fasza lenne. De hát ugye a terem-módot is hiányolják. Nagyon sokan, nagyon régóta, aztán hiába. De most tök jó, hogy így indul. Tetszik. Azaz. Visszacsel, és a beadás, klasszik angol, foci! Még... Azért, hogyha lőttem volna még egy ollózós gólt, az egy kicsit több lett volna a soknál. Pif! Ó, és pont lepattant a sarkáról. Szia, Nemes Károly!
Nézd meg, Klári nem olvassa be, Hirks, így jártál. Ja nem, ez még Iminek a csírja volt. Jó játékot, főnök. De lesz-e benne Battle Royale mód? Hirks, már ma lesz róla videó, ne aggódj, a Battle Royale-ról. Szóval Imi, köszönöm neked is a csírt. Ronaldo tuti azért ment el a Realból, mert tudta, hogy Hunter jön. Ez így van. És a hosszúra megy? Alapvetően a hosszúra ment. Ja, 54-es magyar válogatott, hát nem lenne rossz. Sose fogják összeszedni a jogokat egy ilyen módhoz. Hát... nem tudom, ilyen régi dolgokkal kapcsolatban mennyire évül el ez a jogkérdés. Úristen, mi történik? Józsi, köszönöm szépen a feliratkozást, pörögjenek a pingvinek, és köszönöm szépen, Bence, a 2 hónapot neked is. Hopp, ott a szélen üresedés van. Kapja is a labdát Wilson. Hunter várja középen, de nem ő kapja, hanem a másik kolléga. 82. perc, 2-1. Még igazából gyönyörködöm ebben. Na remélem, hogy végig ezt fent tudja tartani a Journey, mert ugye az a jó meg a rossz is ebbe a story módba, hogy tele van nagyon jó pillanatokkal, csak néha meg túl sok a filler. De hogy az ilyen apróságokkal így, tehát ettől story mód. Hogy vannak benne ilyenek, és nem átlagos meccseket jár. Ezt klip! Klip! Ezt kérem! Ezt legyen meg! Ezt... mintha én csináltam volna, gyönyörű. Gyönyörű. Ez mi volt? Nézzem. Hopp! Igen! Igen, egy kis gondolkodás, egy kis ha... hopp! Hát nagy a sár, csúszik a labda! Ott a 101. gól. Jim Hunter. Hát, 3-1. Egy kicsit alárugott a portás kollega. De hát a legjobbakkal is megesik, tudjuk. Nem tudom, régen nem kiabált a közönség? Annyira nincs hang, olyan csendes. Na most egy picit azért megjött a hangjuk. Jaj, ez jó volt. Azaz, Luis, induljál be. Az Slash, így viszont nem biztos, hogy Slash, így viszont eladtam. Jó kis script. De nézd meg, már megint, ez velünk van ez a kapus. Hát ez, lehet, hogy az lesz a sztori, hogy kiderül, hogy bunda volt ez a meccs. Nem lennék meglepve. Taylor. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy utána néztek-e, hogy kik játszottak ekkoriban a Coventry-ben meg a United-ben, vagy ilyen basic angol neveket beraktak. Walker, Louise, Jones és társai. Na legyen meg a Mester 3-as, nem lesz meg. 2 perc van, már kéne még egy gólt rugatni Hunterrel. Mert csak úgy tarthatja meg a labdát. Menj, Hunter! Menj, 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 menj! Főrugott! Főrugott! Spori! Én értem, hogy sár van meg minden, de hát na. Letelik a rendes játékidő. Ennek a küzdések. És még egy szabadrugás. Ó, de jó ruhába volt a Spori, látjátok? Ott van. Best. Hop, 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 hop. Szöglet vagy kirúgás? Szöglet. Nem, most már nem szépítenek. No script, no script. Ne, no script, azaz. Még egy kontrapli. Na, hagyd lőjek egy Mester 3-as. Léci játék, léci. Ne. Mennyi hosszabbítás van, basszus? Még valamit akar a script, ez már gyanús nekem. Nem, vége. Jó. GG, Jim Hunter a meccsembere, és megkapja a labdát. Így is. Kapusok is rövidrandnák térdig érőzokni, jajajajaj. Na de beépített ember volt a kapus, hát ez a lényeg, srácok, hát ezt nem tudjuk. De íme, a nagy fatel. Coventry United 1-3. Ah, ez egy olyan jó kezdés volt, na. Üdv mindenkinek egyébként, láttam, sokan jöttetek. Szevasztok.
pinnacle bit of football history as well. Who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal? I can't believe they played football on the telly back in the Stone Ages. Hey, I'll tell you what. Grandad was a proper player. Trying to get a rise out of you. You're all business, as usual. Of course, back then, we didn't have all the fuss you lot get these days, you know. We played for 150 quid a week if we won. Imádom, nagyon jó, ez nagy fater paratkozik. Bezzeg régen, nem kerestünk ennyi sok lóvét. Come on, really? To us, it was all about just playing a game. És igaza van. Sweet as a nut, eh? Not easy keeping a shot like that on target. Na, ő meg a fater. Should we get going? Hello, traffic. Okay. Hey, let me help you with a bag. Oh, no, Jim, don't you worry about that. You stay there, I've got the bags. You want to take it? I gave it to you. Borrow it then. Share the luck. Just give it back when you finish, though. Right, we gotta catch this plane. I cannot miss it or Butler will have my head. I can't believe you gave me time off for training as it is. Mate, I cannot believe that. I'm mad, isn't it? Last time I drove to LAX, we were going to Japan. You what? You what? I'm from England. It's English. You're the one with the accent. EA Sports presents... Nagyon élvezem, srácok, mert ez mind le lesz némítva a YouTube-on, tehát hogy ez nagyon jó, ez tuti biztos. Ez kinek a zenéje? Ez Szia, nem? Inkább lehalkítottam. De még így is necces, hogy megfogja. LSD, labirint, szia, Diplo. Van ilyen formáció? Ha. Nem tudtam. The Journey Champions. Woo! Your training up until now should give you the confidence to move forward with your full potential. The women here are the ones we want to take all the way to France. But to get there, you have to earn it. Every day. Mm-hmm. Ez a válogató a női világbajnokságra. Úgyhogy Kimmel kezdünk. Butterflies, right? I hate them. Hello. Personality. Érdekes, hogy egyből a leányzóval kezdünk. Ugye ugyanaz a menet, mint minden évben, az, hogy hogyan befolyásolunk, az hatással van a... Hogyan válaszolunk, az hatással van a személyiségünkre. Lehetünk kockák, meggondolatlanok és kiegyensúlyozottak. Nagyon jó. Én kocka akarok lenni. Nem izgulok amúgy. Meg akarom mutatni, hogy mit tudok. Just want to show them what I can do. It's hard to be nervous. I am. You? És te ki is vagy? Everyone here is. Nerves are good. Shows you really want it. Warm up a bit? Yeah. Sure. Melegítsünk be. You made a heck of an impression against Germany. I know we didn't win, but you changed the game when you came on. Yeah, but this isn't a friendly, is it? And I'm like the youngest one here. Are you trying to make me feel old? Szóval ő a legfiatalabb itt a válogatott felkészítőben. All right, well show me. Ladies, line up at the cones, passing patterns. Fura azért ez, hogy nem Alex-el kezdünk, de jó. Legyen így. Igen, nyilván, hogyha jók vagyunk tréningbe, akkor
bekerülünk a kezdőcsapatba, stb. Tréteket, skilleket unlockolhatunk, ahogy tavaly. Today is like every other training day, hard and focused. We're here to work. Ott vagyok a cserék között a túloldalon. Be kell verekedni magunkat a kezdőbe. Jobbjuk. Mindjárt elveszem a hangot, csak cinematik közben nem tudok állítani a hangerőm. Majd most, remélhetőleg. Azaz. Nem, így... Ah, Isten. Jó, akkor most ezt még lenyomjuk. Na, passing training. Ja, hogy mi... De tüntesd már el a trénert. Ah, Istenem, nem lehet eltüntetni a nyilakat. Borzasztó idegesítő, ez a színes nyilak. Jó, megkaptuk az ötöst. Jó, jó. Nem passzunk, jó tréning volt. Kétszer kell megnyomni a jobban a logót? Köszi, Imi, megnézem. Eddig csak egyszer kellett, de nem tüntette el, úgyhogy azt hittem, hogy jó lesz. Na, eltűnt. De mi ez a... Mi... Na végre. Miért lövi fölé? Mi történik? Na, ne. Ez mi volt? Ez nem én vagyok. Úgy. Igen. Jó, oké, nyug. Meg kell nyugodni, nincs... végre! Nem, ez még nem a time finishinges rész, még csak azt írta, hogy simán lőjek. Jó, becsúszó szerelés gyakorlás. Ez megy. Gyere! Hogy? Nem lehet eltüntetni, ha szétforgácsolom az analógot, akkor se. Gondolom a story mód elején kötelező még itt a kiírt segítség a játékos mellett. Súgy! Jaj, gyere vissza! Sawyer Brannan, gyere vissza! Azaz. Easy peasy. Portyázó, köszönöm szépen a csírt. Ez a kis csaj tényleg egy Hunter D. Ő egy igazi vadász, a leányzó. Úgy vigyázzam. Úgy vigyázz. Biri, köszönöm. Samusi kér kerszt labdát, be kéne adnia ott a helyzet Gaul, Koplárovics. Dészóval jó fifát, én pedig ezzel a streammel hangolódom a ma esti vidi meccsre, D. Ó, tényleg, ma videótom meccs van, jó is, hogy mondjátok, köszönöm szépen, srácok. Köszi az emlékeztetőt. Hát a klasszikus Koplárovics pillanatot azt nem tudja Klári utánozni. Sajnos, Bidi, köszönöm a támogatásokat, srácok. Felfelé nyíl szokott konzol lenni, megnézem, srácok, majd az eltüntetés, de köszönöm szépen, aranyosak vagytok, hogy segítetek. Thank you for your dedication out here. Coach De Silva. All this hard work will win us a World Cup. Believe that. Megnyerjük a világbajnokságot, yes. Oké, szóval úgy néz ki, hogy... Ez Danny lesz! Igen, hát Danny késésben van edzésről, úgy tudtam. Oké, Danny Williams abban a Premier League klubban fog játszani, amit választunk. Mindegyik klubban mások az elvárások. Néhány klubban könnyebb bekerülni a kezdőbe, de más a kereset és a bónuszok. Válasz klubot, hogy Danny Williams hova igazoljon. Oké. Hát amúgy legyen már United-es, hát nyilván. Megoldja. A mai United-be úgysem nagyok az elvárások.
Ne, nyugi. Hey, what's your name? Oh, excuse me! Oi! Do you know what's worse than being late for training? Slipping on a wet floor and ending your season. Michael? Why are you late anyway? Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Huh. Your only client, you mean? But you saved the best to last, didn't you? That's what you did. All right, so what is it? Because I've got to get to training, or really have. Butler's going to kill me if I'm late. Danny, I know last season wasn't quite how we planned it. Doesn't mean to say you're not a good player. Just, well, it takes time to work. What are you trying to say, Michael? Truth is, the club's in two minds about you. Aye, aye. Nem, kicsit kifelé áll a szénánk a Unitedből, azt mondja Michael. De this season is my season. Nyugi, nyugi. No, 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 they can't be. This is gonna be my season. I'm gonna lead this team to glory. Láttátok, hogy mi volt kiírva a nyilacska két végén Danny Williamsnél? Az egyik az volt, hogy showman, a másik meg az, hogy swagger. Tehát, hogy ez a jobb opció Danny Williamsnél. That's the spirit. Starting with pre-season, am I right? Go and show this club you're indispensable. And remember, you're my number one client. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Someone's gonna have my head! I'll find another job. Yeah. Jó van, Danny nem változott, még mindig ez a szétszórt. Igen, kreatív form, de nincsenek meg a mentések az előző seasonből. Practice makes perfect, lads, and perfection is what we're after. Let's get it done. Ugye a bal felső sarokban ki is írta, hogy FIFA 18 result, tehát hogyha meg lett volna a mentés az előző storingból, ahol megmentettük a karriert és kupát nyertünk, akkor valószínűleg nem állna ennyire rosszul a szénánk, de ez a default beállítás most, úgyhogy gondolom azért ez a helyzet. Na, first to five. Ez nem tudom már melyik tréning. Ja, ez a kispályás foci, jó. Nem tudom, Dávid, hogy lesz-e testre szabás. Meglátjuk. Na, gyerünk. Ki van velünk? Pogba, ha jól látom. És ki van a kapu? Pogba és Mata van velünk, ha jól látom, igen. És Martial, Fred, meg Sanchez ellenünk. Na végre mi jövünk. Figyelj, én nagyon jó vagyok 3v3 a kispályán, azaz ki kell húzodni a... Nyugi, nyugi. Nem megy el, nem megy el. Gyönyörű. Ott, ott, ott is be kell lőni, Danny. Gyönyörű, fiam. 1-0. Ez az, ez az. Nézd meg, hogy flagmázik Martial. Nem szégyelli ma... Hopp, hopp. Íh, Dannyt nagyon befűzte Fred. Az a miénk, így is van. Lőni kell! Gól. Ennyi. 2-0. Come on, come on, come on. Az is megvan. És mi jövünk? Hát ez egy picit rossz passz volt. De legalább nincs több nyilacska, tehát... Hogy ez egy? Nyugi, nyugi. Fedezd a passzsávokat. Gyönyörű! Ezeket a minigémeket amúgy tökre megszerettem tavaly. Az a szép védés, megvan a labda, és jön Mata. Visz... de milyen passz, Mata! Amúgy olvastam, néztem review-kat a játékról, hogy idén sokkal könnyebb rosszul passzolni. Tehát, hogy nagyon pontosan kell a sticket, meg az erősséget belőni, hogy egy passz jó legyen, és... Igen, íme. A time finishingről nem is beszélve. Húzd csak az időt, Martial, 2-0-ra megyünk. Ja, de nem időre megy, hanem 5 gólra, jó. 2-1. Ide. Megvan. Miénk? Bok a pufa. Jó. 2-1, nyugalom, nem esünk össze. El is rontották.
Jó, bum! 3-1. Igazából nem tudnak védeni nagyon, úgyhogy kapura kell lőni. Az kész. Igen, csak az ilyen passzokat nem szabad megengedni. Mondjuk nem lennék meglepődve, hogyha Danny Williamsnek Pogba lenne a legjobb barátja. Ezt meg szépen kihagyták. One hour later. Nem, nyugi, most kezdek nagyon ráérezni. Puff! Látod? Mondom, hogy csak kapura kell lőni, mit húzom az időt. Dekázgatnak, flagmázgatnak. Alexis Sanchez vagyok. Egy, na? Ott meg is van a labda. Vissza se, visszateszed, át a túloldalra, be középre, bum! 5-1, easy. Szevasz Tracker Bonnie, minden király eddig. All right, good session today. You in particular, lad. Well done. Meglettünk dicsérve. Ne felejtsétek el, srácok! Hogyha szeretnétek egy közös FIFA-s rendezvényen velem együtt játszani, ott van a cseten a link, lesz rá lehetőség, olvassatok utána. Coca-Colával együtt próbálunk szervezni egy jó kis FIFA-s dolgot, de többet még nem akarok elárulni, mert jó lesz. Jó lesz. Na, meg volt az edzés. It's on. I'm telling you, pal, you'll see your profits double in a month. Two tops. Ez ki? You're right, mate. So, have we got a deal? Ringo. Sweet. Sweet, yeah. I'll swing by with the paperwork. Most olyan vagyok, mint az anyukák a moziban. Ez kicsoda? DeSalvo. Yeah, all right. Sound. Bye. Bye. You, my friend, are the new face of Macmillan's fish and chip shops. Reklámot szerettem. Yeah, all the fish and chips you can eat. 28 locations across England. Just call me the Don of Deals. You mean Macmillan's? Yeah. Macmillan's Fish and Chip Shop? Millie's? Yeah. Like the place we used to eat every day? Yeah. Millie's? The very same. That is awesome! Yeah, and they're giving you a choice between a radio commercial and a photo shoot for ads in print. Like, you know how it is. Egy fish and chips kajálda reklámarca lett Danny Williams, és most úgy érzi, ő az élet császára. El se hiszem. Which will it be? Key decision. Nagyon fontos decision, srácok. Rádió reklámot akarunk, vagy nyomtatott sajtót? Úristen. Hát rádió reklámot. Hát az sokan van. Hello, én Danny Williams vagyok. Ha akarsz enni, akkor a Macmillan's fish and chip-be legyen. Mate, I've got the gift of the gab. Get me on the radio. Hey, nice one. Hey. Adidas is next up, I'm telling you. Build up your reputation, few trophies, few more man of the matches, and the Williams will be a household name. Így van, az Adidas a következő lépés. Maybe that's Adidas now. Yeah, maybe it is. A Macmillan fish and chips után az a következő lépés. Danny boy, the pipes are calling. Oh look, it's Roger the Dodger, business manager extraordinaire. It's Ringo, pal. Oh yeah, my mistake, of course. Nobody has ever called you Ringo. You can't just make up your own nickname. It doesn't work like that. You what? It's what all the lads called me at school. When? When I was playing the drums? Hello? It's from... You played the triangle once in the school orchestra and you got that wrong. Nah, it was twice. So how is business? Actually, very good, Michael. Roger here has just got me Ringo. A brand new endorsement. Macmillan's fish and chips. We used to eat that all the time back in the day, didn't we, Roger? Yeah, we did. Ringo. Yeah, well, speaking of deals, I just got a meeting in the diary about your contract extension. Day of the last pre-season game. Right. So, play out your skin in the Far East, and we could be in business. Okay, meghosszabbíthatják a szerződésünket a Unitednél, hogyha jól játszunk a felkészülési mérkőzéseken. No pressure, eh, Paul? Your future depends on this, Danny. Jó, szóval így indul Dannynek a sorsa. Gondolom jön Alex. Vagy? Alex Hunter will play for the top European club of your choice.
De hát a Reálba igazoltunk, hát ott fogunk játszani, igen. Selector Europlaying. Azt hittem csak ott lehet játszani. Ja nem. De hát úgy ért véget az előző sztori, hogy hívtak minket, hogy halló. Ezek szerint akkor mégse, tehát egyelőre ott vagyunk, ahol tavaly abba hagytunk. A PSG-be voltunk tavaly, ugye? Mert akkor nyilván ott fogjuk folytatni. De ez fura. Még nem igazoltunk oda. Így van. Jó, akkor PSG, hát ott voltunk. Pre-season. Szia, Mbappé, hello. Won't be the same around here without Dino. Dino mester. Hiányozni fog Dino mester. I trust we're all feeling rested and are ready to work. Because today, we train hard. Jó, hát ugyanaz a téma. Jól kell teljesíteni, hogy bekerüljünk a kezdőbe. Egyelőre hol vagyunk? Hol? Hát ott állunk elől. Hát egyelőre a kezdőbe vagyunk, faszom. Ja, nem igazoltunk még oda, csak azt mondta a csaj, hogy ha leszerződünk vele, akkor egy napon a Reál játékosai lehetünk. Aha. Szóval csak a csajszi a mézes madzagot elhúzta. Na, 11v11 training match. Let me shine. Shine a bright like a diamond. Fura lesz, hogy így nincs közönség, de az én búgós hangomat hallgathatjátok. Ó, de persze, hogy mi? Aha, Cavani, Mbappé, meg Neymar is a másik csapatban van? Akkor ki van velem? Kimpembe. Aha. Hát nagyon fair, mondhatom. Meg a híres Guedes, ugye? Na jó. Tehát minden értelmes játékos ellenem van, oké. Okay. No salt. Hajrá, piros PSG, azaz. Hopp, micsoda csel volt! Menjél, fiam, ott az indítás! Ne inte, nem volt les! Nem volt les. Egyébként, ha valakit érdekel, egyelőre professionálon játszok, aztán majd meglátjuk. Hopp, hopp! Küzdj! Majdnem beszuszakoltuk. Sikerült az ellenfélnek a felszabadítás. Neymar, micsoda sarkazással flegmázik. Neymar, Cavani. Vegyük már el, főnök! Megvan. Szép. Ugye elvileg új feature, hogy nagyon szép első érintéses labda átvételeket lehet idén produkálni. Nem tudom, hogy mennyire marketing fogás és mennyire igaz, de Hunter már kapja is a labdát. Az átvétel az botrányos volt. Gyerünk. Letámadunk, ne jöjjenek át a térfélen. Pressure, boys, pressure. 18. perc, jó, nem lesz ez olyan hosszú meccs. De Hunter egyelőre 6,0-án áll, ez nem sokat segít a kezdőcsapatba kerülésért. Diarra, Verratti. Diarra. Neymar, nem fetreng, nem hisztizik, nem fejel, jó. Kicsit rohanunk előre, egy kicsit több labda birtoklást szeretnék látni, azaz. Szép. Mindenki tombol, a kispad őrjön, ide hallom. Nkunku, szintén neves játékos, akár csak Nsoki, a PSG sztárjai. Hunter, jó a lövő, csel, Hunter! Jó, volt egy szép lövésünk. Hát amúgy igen, Nixi, hát ez a nyári felkészülés, hát nyári szünet, ez ilyen. Itt kell bizonyítani a nagy stadionok előtt, Mbappé megy el a jobb oldalon, tenné be középre, szöglet lesz, aki megy, és kiment. Kis szöglet, mert úgy, ezt megettem, mint a reggeli gabonapejhet, de megvan. Gyerünk, kontra, speed, menjél, Hunter! Mennyi Hunter? Rángatnak. Előnyszabály. Kérem vissza a szabadot. Azaz.
Okés. Szép, szép já... Megvan. Nagyon szokni kell még az idei FIFA-t is, mint mindig. Ez az. 37. perc, mi dobunk. Kéne egy kis segítség, igen. Jó a visszatett labda, pif! Jó, nem sokat segít, hogy Buffon áll amúgy abban a kapuban, tehát, hogy... távoli lövésekkel nehéz lesz meglepni az öreget. Szépen hozzuk ki. De tényleg legalább elosztotta volna igazságosan a csapatokat a játék. Elvileg a kezdő csapat tagjai vagyunk, és mégis mi játszunk a cserékkel. Easy. Kontrázni akartam, nem volt jó. Hosszú labda a szélre. Megvan. Milyen talpalásos lövés volt. Ibrahimovicsot idéző próbálkozás. Lassan lepereg a első fél idő. És Mbappé-re. PSG-nek saját partjelzője és bírója van edzésre. Ez így van. Mondjuk ezen nem lepődünk meg nagyon. Fél idő. Hát 6,3. Jó vagyok eddig, srácok. Ó, nem mondod, hogy csak egy fél idő volt, ne ideges. Okay, we're done. Thank you all, gentlemen. Oké. Felejtsük ezt, eh? Bit flash, innit, eh? Those super agents are all the same, do anything to get what they want. Let's give her a chance, yeah? Can't hurt. Alex, so good of you to meet me. Miss Vilby. Ő az a jány, hello. Na, hol a reál szerződés? This is my agent, Michael. Mr. Taylor, the force behind Rising Stars. I have followed your work for many years. Igen, ő az agentem, akit nem mellesleg én kirúgtam tavaly. A nurturer of raw talent. It is a pleasure to finally meet you. They do a scallop ceviche here, which is simply unparalleled. I recommend. Should we cut to the chase then, eh? Engem már meggyőzött, csak mondom. Of course. Alex, I'm sure as Mr. Taylor may have already told you, there comes a time in a player's career when they transcend the sport in which they excel. Igen. They become a brand within their own right. Igen. Think Cristiano Ronaldo's CR7. Igen. But this is only possible if you have the right team off the pitch as well as on it. Igen. Yeah, Alex already has a team behind him, sir. One man does not constitute a team, Mr. Taylor. A player like Alex needs a team working behind the scenes to get the most out of his career. Mm-hmm. We do not afford such attention on all our clients, only the special ones. Egy egész csapatot akar mögénk szervezni a lány. Alex, my team and I at Villanova and Associates can offer you a chance to become more than just a football player. És brandet akar építeni. Well, like a robot with dollar signs in his an eyes. An icon, Mr. Taylor. Please. Take a moment to think about it. I understand it's a big decision, Alex, but I must take this if you'll excuse me. Én már meghoztam a döntésem, Max. Kedves Beatrice. Yes, I'm with him right now. How are things progressing with Sergio's shoot? Excellent. Sounds like she knows what she's talking about. Yeah. Tudja, miről beszél, látszik rajta. Michael, my own brand. What? You know, I've been around long enough to know a coup when I see one. What are you talking about? Beatrix Villanova does not share clients with anyone. Been offered a scallop ceviche and a poison pill. Look, do you remember Gaz's transfer here? Oh. Brought in that Marcus Damara to help broker the deal, one of those super agent types. Yeah, well, I am not going down that road again, Alex. Nyilván Michael nem akarja, hogy... egy új, teljes menedzsment stáb épüljön ki mögénk, mert félti a saját munkáját, meg a karrierünket. It's me or her. Vagy ő, vagy én, azt mondja. Hát... én ezt már tavaly eldöntöttem. Been a pleasure working with you. I understand.
been a pleasure working with you, Michael. I appreciate everything you've done for me. Looks like we both made our mind up then. Igen, én elküldtem tavaly Levente már előbb. Úgyhogy ezzel csak elhalasztottuk azt a pillanatot. What she's offering you, it's gonna take some major sacrifices on your part, yeah? You need to be ready for that. Jó, de hát egy játékos életében eljön ez a pillanat, mikor szintet kell lépni. Hát most egy sztárnak teljesen más menedzsmentje van, mint egy középszerű játékos. Beginnings are never easy, Alex. But sometimes we have to let go of the past to grab hold of the future. És amúgy is Michael mindent elrontott, amit lehet. Ó, egy kis párizsi látkép. Pre-season túra Tokió, Japán. Fancy? El kell tartani a kis ujját itt, srácok. Alright then, am I a footballer? Yep. Am I one of the best players in the world? I'll say. Okay then, I am the Sultan of Stepovers, Cristiano Ronaldo. Well, maybe in his dreams. Easy, Alex Hunter. Yeah. You wish, bruv, you wish. Bruv. You'll be saying that when we batter you in the Tokyo International man, Cup. Behave, you know that trophy's got our name oh, on it. Oh, we'll see, we'll we will. See. Well, it seems the plan is working, eh, Alex? Dad said you were climbing the walls back home, waiting to hear about the qualifying squad. Well, the plan was working, Dad, until you brought it up. So, Dad, you coming to watch the semis? Is your big bro this annoying? Scouts work, it's never done. He's... Amúgy az kéne, hogy Danny Williams meg a kishugunk összejöjjön, ha már love story. Ehem, called it! Most szóltam. He's something, that's for sure. So, are you guys on talk anymore? Yeah, you could say that. Right, we better be getting off, Kim. Try to get some shut-eye. My clock is upside down. See you lads should get some rest too. Night. I've got big matches coming up. Double awkward? Alright then. Kemis Párizs látképe, csak azt hittem arra a toronyról, hogy az Eiffel torony. Sports? Na, szóval, hogyha jól értettem, akkor egymás ellen fog játszani a felkészülési tornán Danny meg Alex. Úgyhogy az érdekes lesz, de végre levehetjük a hangot. 4 percesre van állítva a Journey-ben a fél idő. Az lehet, hogy kicsit rövid lesz. Az 6 perc a standard, a sima FIFA meccseken, nem? Hány percesek az Ultimate Team meccsek, srácok? Most ez itt összezavart. Fura ez nékem. Nem 6? Én úgy emlékszem, hogy 6. Aha, köszi. Köszi srácok. Akkor 6-ra állítjuk. Aztán a nehézséget majd meglátjuk. Jó, idén is van socialfülünk, Danny Williams, Tokió. Lehet nézni a tweeteket, meg minden kutya füle. Customization, na tessék, minden kérdésetekre így válaszoljunk. Idén is lehet mindenféle finomságokat feloldani. Na, srácok, hát Danny Williams-et öltöztessük, mehet a Sims Wardrobe. Na nézzük, milyen outfiteid vannak, Danny. Pólók. Aha. Elég uncsi. Hoodie. Piros, ha már United-es vagy. Vagy ilyen hosszú ujjú. Ez ilyen... Danny. ez nagyon csajozós. Ez le nagyon jó. És majd lehet izé. Lehet zakóba is nyomni. De ahhoz még nagyon sok follower kell. Ez a koptatott farmer, de ez nagyon jó hozzá. De akkor már legyen kék farmer. Tehát, vagy ez a sötét. De nem, ez az. Nagyon jó.
a lányok a chaten majd mondják, hogy vagy fölveszünk hozzá egy tréninggatyát, tehát hogy ez a másik ott. Várjál, ez ilyen kis szaggatott. A szaggatott az nagyon menő, nem, lányok? Tehát, hogyha focista lennék és 16 éves, akkor nem. Így. Szaggatott farmer. Ez a szexi most, nem? Így. Nagyon jó. Cipő? És akkor a cipőnél lehet a színekkel egy kicsit elszállni. De ezek mind gagyik. Úgyhogy maradunk ennél a fekete megoldásnál. Ez jobban tetszik. Ilyenem nekem is van. Jó. Na jó. Csajozós. Csajozósba vágtuk Dennyt. Így. Azt mondja, kinézet. Hairstyle. Ó, jó van. Jó lesz. Oda néz. Álmos Danny Williams. Euró, de felnyi, nagyon. Men, mindenki. Ja, nem szabad engem ráereszteni ezekre, nem szabad, men, abba a pillanatban, men bán. Miért engedtek engem ilyen játékok közelébe? Miért? A fiatal John Terry. Igen, tehát men bán, és egy színes tetoválást. Valahova, ott ezt. Annyira hipster. Hogy látom a reakcióitokat a cseten, az zseniál. Igen, tehát egy színes tigris az egyik nyakára, a másik nyakára beast, mert beastek vagyunk. Tehát, vagy egy szeretlek anya tetoválás. Egy szeretlek anya szívecske lesz, igen. És természetesen még a nyakának a hátuljára is lehet egy tetoválás. Oda is valami színes. Egy szívecske oda? Nem. Oda valami. Hackney. Hogy ne felejtsük el a gyökereinket. Érzem, ahogy fogad befelé a hipster közösség. Azt mondja, ez kéz. Kéz tetoválás. Tribális. Igen. Tribal tetkó. Very nice. És a másik kezére, a másik kezére is egy tribális megjelenít, így, ez. Tehát, hogy így lehet egy hagyományos emberből egy egészen más csinálni. De nincsenek nagyon hipster ruhák, az a baj. A mez az, hát fit, tapadós mez legyen. Nyilván, hát azért dolgozunk az edzőterembe, hogy fasza legyen. De nyilván rövid újjú, hát látszódjon a tetkó, azért van. A cipőnk pedig, az új Predatorral lehet kezdeni. Az nagyon fasza. Energy módos Predator. Nemesis. Ocean Stormos Nemesis. Ilyenem nekem is van, csak mondom. A messzis Nemesisek nem tetszenek annyira. És vannak a 17-es X-ek is. 18-as Skystalker Predator. Bocsánat, most egy kicsit futball geek vagyok. Hát amúgy... Igen, ez nehéz kérdés. De játszon az új Predatorban, most az úgyis trendingel. Rövid zokni, igen. És ankle tape. És nyilván kell a piros szalag, ha már United-esek vagyunk. Gyönyörű. Na, nincs valami hipsteresebb ruha? Ne, de később lesz. Ez a rózsaszín mint... Jó, később kész lesz. Danny Williams hipster öltözete később kész lesz. Most idáig jutottunk. Igen, ez a 10 órás teljes változatnak a trialja, Raptor. Így van. I wanna be Nainggolan, said Danny. Igen. Igen, kicsit káriuszos lett. Igazad van, Gergő. Igazad van. Na, ő lesz Danny. Hunterből majd csinálunk egy ilyen rappert. Aztán, hogy kimet hogyan lehet kosztumizálni, azt hagyjuk, mert ott még lehetnek bajok. Jó, na menjünk tovább.
Első meccs, America Manchester United, ez gondolom a felkészülési kupa elődöntője lesz. És a kezdő csapatban vagyunk. Deha, Valencia, Bai, Young, Gallo, Oho Gallo, Gallo és Bernard, ott vannak mind a ketten, ugye? A Journey szereplők a Unitedből. Pogba, Matic, Sanchez, Mata, Williams. Jó, és... Csapatként fogunk játszani. Erről mindig megoszlanak a vélemények. Úristen, hogy néz ki. Ready. Objective. Average match 7 point. Igen, jó. Oké. Na gyerünk. Úr, hát, nem is találok szavakat, srácok. Gyerünk. America, Manchester United, az első igazi tétmérkőzésünk. Itt a Journey-ben. Valdez kiaszi, eladott labda, egyből Mata meg is szerzi. Pogba, Matic, Bernard, ott megy a szélen Young, kicsit lépjünk feljebb, szép a fejes. Sancheznek rúgnak oda, de megtartjuk a labdát. Gallo, Young, Sanchez keresi, kérdés, igen, les. Hírsz, köszönöm szépen a csírt! Csak a régi idők miatt, Pogba ma energiabomba. Köszönöm szépen, főnök. Hopp, az a mi fejesünk, Williams lekezelheti, de nem annyira sikerült neki. Nem is néztem, srácok, hanyas volt Dennynek az értékelése. Kezdőcsapat fülön. Milyen statja van? Williams, nagyon szép a paszni. Mi? Az nem volt les. No, az nem volt les. Nem. Nem, az... Jó van, akkor 74-es. Aha. Mindig kinyírják a feelinget ezek a visszajátszások. Mata, Dani, Matic. Megküzdünk a labdáért. Sokkal fizikálisabb idén a játék, szóval ezeknél a test-test elleni küzdelmeknél lehet érezni, hogy ki a vagány, és Mata megy el a szélen. Tettem volna be Sancheznek középre. Nem sikerült lőni. 8. perc. Próbáljunk meg bedobni Dennyre. Azaz. Gyerünk, Denny. Nagy darab hipster gyerek vagy, küzdje meg a labdáért. Ezt a bogyót elvesztettük. De egyelőre csak ívelgetni tud az Amerika, ami azt hiszem egy mexikói csapat, de nem vagyok benne biztos. Szép játék, már te tenné be megint. Kapusok. Lid akkor egyből rámegy a test-test elleni küzdelemre. Ejnyehe. Ejnyeno. Kicsit elveszettek vagyunk ott elől, több támogatás kéne a középpályáról. Például Pogba által, Pogba. Szépen leteszi Bernard a sarkazással, Alexis! Fölé. Jó van, ez már egy valamire való próbálkozás volt. Az is okés. Dani. Szép ívelés Mata felé. Ezt nem tudjuk begyűjteni, de dobhatunk. Valencia. Mata. Biciklicsába belebotlottunk, nem mondom, hogy nem volt szabálytalan, de Spori nem ért velem egyet. Sok, hogy tudnak-e kontrázni. Nem. Erünk. Ez az. Szép volt Gallo. Pogba. Jó kiemelés. Matic. Dani nagyon egyedül van ott egyelőre. Próbálkozzunk a szélen. Young. Jó az indítás Sanchez felé. Sanchez jön befelé és teszi be. Daninek kapáslövésre. Egyelőre stabilan áll ez a védelem. Bernard. Sanchez. Jó a tovább tett labda Mata felé, Mata fiam, lesznek problémáink, Dani. Dani! Na! Elsült az a hipster láb. Jól van. Kicsit még én is úgy rozsdás vagyok, de rádúrantottuk. Szépen csavarodik kifelé. Kikotorta a kapus szöglet. Mata íveli középre, ott a fejes Bájtól! Újabb szöglet.
jön be megint, jön a kapus, és be tudja gyűjteni. 23. perc, 0-0 egyelőre. Deninek volt egy jó lövése, illetve Sanchez próbálkozott még. Illetve Bai szöglet után, ugye az is veszélyes volt. Most viszont egy támadás az ellenfélnél, de nagyon szépen zártuk a passávokat. Matic, belevezetjük az emberbe, de megvan. Pogba. Jó meglátás, Sanchez, Young, Sanchez ugrana ki, nincs elles ezúttal, Sanchez, jó a visszacsel, már passzoltam volna, de ez kevés volt, Pogba, Danny Williams, bele az emberbe. Nem brillírozzunk egyelőre, idény elejé forma, srácok, de nekem is lehet olyan jó, nyugi. Operáltam enne el, Matic visszaér, gyönyörű, Pogba. Mata, szép egy érintőzés, és Sanchez kiugorhat lent, Sanchez. Ez egy lövőcsel akart lenni, de idén valahogy, mint hogyha lehet, hogy többet kell várni a lövőcsellel, hogy összejöjjön. Danny, jó a labda átvétel, Danny! Az ráhullott a kapufára, szia Danny! Azt hittem, hogy fölé mellé száll, de... Hogy? Még be is csoroghatott volna. Almost. De rendesen ott tartjuk az ellenfelet azért a saját tér felén. Egy-két ilyen kiugrása van, amiből nem kéne gólt kapni. Úgy is van. Szép játék, és megint Sanchez mehet, rövid a labda. Passzokat gyakorolni kell, Danny barátom. Matic blokkol megint, Matic a tank. Érdekes, lehet, hogy lesz értelme most fizikálisan erős játékosokat alkalmazni, akik lassabbak, mert nagyon könnyen lehet stoppolni a labdát, itt egy hiba. Szép a blokk, csak takarítsuk el, és mehet a kontra. Sanchez, Williams, Pogba, Mata megy mellette, Mata gyönyörű labda, be kell tenni. Oké, szóval a lapos beadás se ugyanúgy működik, mint tavaly. Ez egy laposan középretett labda akart lenni, amit így odaíveltem használhatatlanul Sanchez elé. Danny, gyönyörű a csel, Danny, és indítja Matát! Hosszú. Meg kellett volna legyen az első gól ennél az előző szituációnál. Nagyon nagy fetrengések mennek. Peralta. Befeküdtünk elé, jó. Nagyon pontatlanul passzol az ellenfél, ennyire nem szokott, ez érdekes. És Mata elindul, megint egy jó labda, Mata le tudja venni, Mata egy csel befelé, Mata! Rápöcisztem az emelésre. Megvannak még ezek a gyermekbetegségek, amik tényleg az idény elejé formára utalnak. Rég volt FIFA, na de semmi gond. Csak le ne cseréljék Danit, de 7.0-nál az... Ez nem olyan rossz, ez nem olyan rossz, itt most egy hiba. Most egy hiba, de dehá, jó. Jó. Nyugalom, nyugalom, meg lesz. Szép passz. Fél idő. Hány fejezetes a sztori? Jó kérdés. Valaki azt is írta, hogy a 10 órás trialben csak az első chaptert lehet játszani, nem tudom, hogy ez igaz-e. Úgyhogy meglátjuk, hogy meddig tudjuk tolni a sztorit. Na gyerünk. Csinbe ment a labda. Nem volt szabály. Ne. Fejpárbajokat eddig nem annyira nyerték meg, ezzel nem kéne változtatni Martinez. Próbál lefordulni. Ketten fedezzük a labdát. Young szerzi meg, és indítja Sanchez-t. Alexis Sancheznek nem sok jó momentuma volt eddig a meccsen. Basszus, báj, de csúnya eladott labda, ez most baj. De he, a naphőse, jó. Most mehetünk lendületből, és Mata ott van megint üresen. Csak Mata nem épp a leggyorsabb United játékos, igen. Úgy lehet egy olyan szélsővel játszani United, akinek 64-es a pésze, vagy micsoda. Mata, szép a csel, Mata!
Újabb lövés. Újabb lövés. 53. perc. Ez a fejes is megvan Pogba. Hosszú kezelte le a labdát. Dominguez mehet el a bal oldalon. Ráálltá. Az nem az a miénk. Rúgjuk el, rúgjuk. Jó, azt hittem minket cserélnek le, de nem. Egyelőre úgy néz ki, nem. 56. perc, gyerünk! Srácok, egy kis bíztatást szeretnék kérni a cseten, hát a pingvin formák peregjenek, valami legyen, mert... Hopp, ott gyönyörű meglátás, és ott ez gólpassz lehet Williamstől, Mata lép ki, Mata! Egy gyönyörű labdát kapott, megint! Nem oda nyomtam Jank, hanem egyenesen befelé középre, de nem baj, megvan a bogyó. Szép labda, az lesz, hál' Istennek el se jutott Williamsig. Gyerünk, gyerünk, támadd a labdát, azaz, Sanchez, Williams, még tovább, Mata. Kicsit sokan voltak ott. Dominguez menne ez a szélen, no, Peralta. Valencia visszaér, és megvan a labda megint. Mata, Williams. Tegyük ki Sancheznek, jó. Sanchez. Jön befelé. Jött az ember, de... Ez a finishing, ez gyakorlást fog igényelni. Pogba. Ezt is hogy lőtte el? Nagyon más a lövés, jó srácok? Így, ezt, így előjáróba ennyit tudok elmondani. Nyilván ehhez hozzájárul, hogy béna vagyok, kétség ne le legyen ebbe, de nagyon más a lövés. Tehát, hogy egészen másképp viselkedik, mint tavaly. Az egy megint egy gyönyörű passz. Pogba! Pogba! Yes! Ott van! Ott van! Na végre! 68. perc. És ha jól láttam, akkor miattuk a gólpaszt. Így van, Danny Williams gólpaszt. Szép a háromszögelés. És most csak simán megnyomtam a lövést. Tehát, hogy most nem variáltam. És amúgy knuckleballt rugott. Nem forog a labda a levegőbe. Közönség túlságosan nem ünnepelt, de hát nem a mi szurkolóink vannak többségben. 1-0, Paul Pogba góljával megvan az első Journey találatunk, srácok. Erről van szó. És Pogba meg is szerzi a labdát. És megy Sanchez. És Sanchez kapja, a túloldalon jön Mata, de Danny Williams érkezik középen! Ott van a hipster első gólja! Yes! Ha egy üzletbe indul. Na! Erről beszélünk. Erről beszélünk. Ha, ez egy jó, ez szép meglátás volt. Ott jön Danny középen, lapos labda, pif! Pogba mondjuk kicsit zavarta a kapust, hogyha megnézzük, de... Egyes helyeken ezt befújják, lesnek, de itt nem. Úgyhogy 2-0, hát Mourinho, hát hogy örül, az az őszinte öröm az arcán. Ezzel a hajjal meg ennyi tetkóval kicsit ibrás lett Williams. Igen, ez is egy jó összehasonlítás, Dani. Köszönöm szépen egyébként még egyszer, hogy ennyien itt vagytok, és ezt a sok új követést is. Üdv mindenkinek, aki először jár itt. Számotokra prezentálhatnánk mondjuk még egy gólt. Egyelőre ez azonban nem az. Mata küzd érte, megvan, tegyük tovább. Ott egy, húj, micsoda! Felpattanó labdával próbáltkoztunk. Bernár. Most kezdtem ráérezni. Alexis, micsoda labda! Na ő labda volt, csak így elfutott mellette Sanchez. Megszoktam, hogy a 18-ba eléggé ragadt a labda az emberek lábához. Ez most nem annyira van így. Szépen hozzuk ki. Sikerült abba az egy emberbe belerugnunk, aki előttem állt. Peralta, ez egy nagyon szép észrevétel. De ők is time finishinget akarnak.
Igen, egyelőre Dannynek jó. Ilyeneket ne csináljunk. Szóval Dannynek egyelőre jól kezdődik az idény, ezt valamiért befújta a játékvezető, nem egészen tudok egyetérteni ezzel. Szabadrugás, veszélyes helyről, a 80. percben jön be a labda, a 11-es pont magasságába kifejeljük. Egyedül Sanchez van elől, most jön a segítség erre a személyében. Tegyük ki a szélre, azaz, Young. Alexis, Danny kéri középen, és Alexis megy, és Alexis kapja, Sanchez, BOOM! Ott a timed finishing! Yes! Megvillant az a piros kis háromszög zölden a feje fölött. Time to perfection, ott az achievement. Score a goal after timing, perfect shot. Pi! Az elég erős lövés volt. Na ilyen egy timed finishing, srácok. Hogyha még egyszer megnyomjátok a lövést, pont akkor, amikor a játékos hozzáér a labdához, akkor ez van. Tomka, kérdezted, most válaszoltam. Professionálon játszunk egyelőre, srácok, mert nem mertem fölrakni World Class-re. Így egyből az elején. 3-0. Jó van, hát mondjuk egy ilyen felkészülési meccs nagyjából így reális is. Meg ugye igazából a Journey-ben nem az a nehéz, hogy megnyerd a meccset, hanem egy csomó olyan szituáció van, hogy 10 perc alatt nyerd meg a meccset, meg ilyenek. Tehát inkább az a nehéz. Már te beadása. Alexis-ot egy picit törpicúr volt, hogy azt elfejelje. Valencia küzd érte, nincs meg egyelőre. Jövünk ki a bal oldalra, Peralta. Az rossz passz. Az is. Dupla rossz passzok egymás után. Ibarguen, Peralta, Valencia, Mateus, Ibarguen. Nincs meg a labda, Reyes tenné be. Szépen kifejeljük, mert még egy kontra, Sanchez. Danny. Így is jó. Már Matát kerestem első szándékból. Az nem jó. Letelik a rendes játékidő. Americas, Manchester United, 0-3. Igen, vagy amikor egy emberrel kell gólt lőni, és csak erőlteted, így van. Így van. De ez az első meccs, ez egyelőre úgy néz ki, hogy jól felmérte az erőviszonyokat. Nagyjából az eredmény szerintem reális. Bár még Alexis elindul, bizony. És villámléptű a chilei, egy jó visszacsel, Danny kérné középen. De nem jut már el hozzá a labda. Úgyhogy marad a 0-3. Az első meccs, srácok, Williams gólt lőtt, és jól is játszott, és gyönyörűen is nézett ki mindeközben. Úgyhogy jár a GG. Bezony. És ezzel, a minden igaz, akkor bejutunk a döntőbe. Teljesítettük mind a három objektívet, nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszi, srácok. Jó. Szép volt. Gyanítom, Alex következik az ő elődöntőjével. Így van. Na de hát, most jön a lényeg. Öltöztetünk megint? Mert lehet. Na, hogy nézel ki, fiam? Milyen ruháid vannak? Mutad... Oké. Nézzük a többi opciót. Jackie. Igen. De valami aranyszínű kellene. Ne, ez jó, igen. Neked is van szakadt farmered, nagyon jó. Vagy egy feszülős tréningatya alá. Nincs a hoodie, amivel rá tudod húzni a kapucnit?
Nincs. Nem. Gyönyörű. Nem is mondok semmit inkább. Cipő. Neked valami fehér cipő kéne, de nincs. Csak ilyen undorító. Jó, akkor te nyomhatod így. Legyen egy kis szín ebben az egészben. De a gatya színe az borzasztó. Miért nincs egy fekete nadrág? Hát hogy akarsz így megjelenni emberek előtt? Jó lesz. Oké. Na most jön a lényeg. Hairstyle. Vissza az egész. Vissza. Meggondoltam magam. Hm? Igen. Így fog kinézni. Igen. Teljesen más inspirációt kaptam, srácok. Igen. Az az. Így, ez, igen, most az, vagy, ez is, ez. Uh-huh. ez, nem, ez, igen, igen, valakinek valami problémája van a cseten, srácok, tehát, hogy, Jól értem, valakinek valami probléma. Hallgatom. Tehát valakit zavar, hogyha egy rózsaszínkék fülemülét rakok Alex Hunternek a nyaká? Ezzel valami gond van? Mondjátok nyugodtan. Tehát ez a rózsaszín fülemüle, ez valakit... valakit zavar? Figyelek. Zsiga, köszönöm szépen a 6 hónapos feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm. Más tetkó nem is kell most ide. Ez mindent elárul. Igen. Oda. Igen. Tribal Flowers. Igen, tehát itt egy kis virág, ott egy színes virág, a nyakunkon pedig egy fülemületet oválás. Ez így is van. Ez az én Alex Hunterem. Tehát, hogy akinek ezzel gondja van, az tőled nem kérnék öltözködési tanácsokat. De miért? Na azért. Mert most itt azt néztem, hogy hova lett a ruhám, de itt marad a ruhám. Ez most csak az... Jó. Tehát így. Ez Alex Hunterünk a magánéletben. És akkor a mez, az nyilván tight, itt is nyilván feszes. Hú, mondjuk ez a betűrt, ez be van tűrve, igen. Így, igen. Nem én raktam rá a pink nemeziszt. Tehát szeretném jelezni, hogy nem én raktam rá a pink nemeziszt, ez a standard beállítás. Ezt így csak úgy mondom. Tehát for real. Ú, de van pirosba is, mondjuk ez menő. És teljesen pink nemeziszt is fel lehet oldani később. Mennyi... So much options. Nem, maradunk akkor a pink talpú nemezisztnél egyelőre, igen. Rövid zokni. És fehér enkölvédő, igen. Nagyon jó. De annyira elégedett vagyok komolyan, hogy hibátlan. Kész van, Alex.
Semmi vegyes tüzelés, srácok, borzasztóan ítélkezőek vagytok, én hát a teljes mértékben elhatárolódok tőletek. Tehát, hogy ez nem tudom ehhez a nevemet adni. Így néz ki az én Alexem. Ez az én lelkemben így létezik. Azt levetetném, Spori. Jaj, na. Menjünk. PSG Juventus. Elfogyott a kólám, de van másik. És ha már kóla, azt az átkötést figyeld. Működik a parancsunk, vagy CD-s? Ott van. Bezony, bezony, srácok, hogyha akartok közösen fifázni, beszélgetni, nevetni, jól érezni magunkat, egymást, hogyha meghozta a kedveteket, ez az Alex Hunter öltöztetés a FIFA 19-hez, október 20-án csinálunk a Coca-Cola csapatával egy zárt körű rendezvényt, ahol 30 szerencsés ember fifázhat közösen velem, úgyhogy ott a chatben a link, jelentkezzetek, és hajrá! Hogyha szeretnétek találkozni, dumálni, fifázni, bármi, ott a link, töltsétek ki, nyilván tök ingyenes meg minden, tehát nincs catch a dologban, csak így próbálunk szűrni, hogy meglegyenek az adataitok, és e-mailben fogjuk jelezni, hogy ki az, akiket kiválasztottunk. Muszáj-e fifázni? Hát nem muszáj, de veszíteni nem veszíthetsz. A lényeg, hogy készülünk nektek egy félnapos programmal október 20-án Budapesten, úgyhogy aki ráér, az töltse ki ezt a formot, körülbelül 30 másodpercbe telik. Úgyhogy hajrá, srácok, nyomjátok, mert fogynak a helyek már most. Na PSG Juventus, ez egy kicsit nehezebb meccs lesz. Elkérjük-e meg Ronaldo mezét? Hát úgy érzem, hogy ha Ronaldo meglátja az új stílusomat, ő fogja elkérni az én mezemet. De ez csak az én véleményem. Ott jövünk. Szebben, mint valaha. Erősebben, mint bármikor. Na, PSG Juventus, szintén tokiói felkészülési meccs a döntőbe jutásért, nyomjuk. Hunter középcsatárként. Úgyhogy gólokat kell lőni, ugye, ahogy a klasszik mondás tartja. Szép játék. Itt már kicsit erősebb játékosaink vannak, Mbappé a szép... Hát, ez egy érdekes lökés volt, drága játékvezető sporttárs. De whatever, menjen tovább, Cuadrado. Iramodna a jobb oldalon, szép a váltás Cancelóval, Ronaldo. Ronaldo tolja meg és teszi középre, ez veszélyes lehet, megpattan. Szöglet. Kis szöglet, Dybala. Douglas Costa, szép a csel, megeteti Verratti, Douglas Costa teker befelé, Chiellini fejjel, ott érkezik Cuadrado, Buffon véd, és az ismétlés is elakad. Thiago Silva szabadít föl. Igen. Még hogy professzionál, lesz itt baj, amikor nem az Amerika ellen játszunk. Douglas Costa, megint szép a csel, Dybala, abban a pillanatban feliratkozás és Buffon szép védése, Áron, köszönöm a 14 hónapot, megint csak rég láttalak, szevasz, Neymar, Hunter első labdaérintése a középkezdés után, Hunter, gyönyörű játék, átvisszük a jobb oldalra, Mbappé teheti be középre, Hunter érke... Tizedik perc, 0-0. Elmondom nektek, mi a zavaró, amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy kit fog érinteni. Tehát, hogy én gyanítom, hogy akaratlanul is eddig a fifákban nyomkodtam többször a lövésgombot ilyen kiélezett szituációkban. Tehát, hogy pik-pik-pik-pik-pik lője el. Na, ezt most nem lehet, mert ugye, ha duplán nyomod, akkor timed finishingnek érzékeli és elrontod. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, miközben üresen kapja Verratti! Nem Áron, mindig itt vagy, így van, tudom. Szczesny, ezt soha nem fogom tudni kimondani a nevét.
Mbappének a labda, a hosszú jön Neymar, látlak fiam, mellé. Szia, Tristan, hello. Jó, azért most beszorítottuk egy picit a kapuja elé a Juventus, szép labda szerzés ezúttal is, Draxler játszani meg Mbappét. Csínybe ment, Sandro, Dybala, ez egy jó kiugratás, hogyha nincsen, lesel megy Douglas Costa a szélen, középen jön Ronaldo, Juventus helyzet, Douglas Costa ráviszi, túl sokáig várt, megoldottuk, Dybala, Kedira, Chiellini, szépen járatják most, az ellenfél pillanatai, Dybala kapja a jobb oldalon, Dybala nem tudjuk szerelni, jó a középre tett labda Ronaldo, ezt a lövést is blokkoljuk. Most eladogatom a labdát, mint hogyha ingyen lenne végtelen mennyiség belőle. Kicsit meg kell nyugodni. Buffon. Nyugodtan. Húzzuk őket magunkra. No kappa. Több terület lesz elől. Dani Alves. De persze, hogy oda pattam. Támadjuk meg. Öld meg. Jó van, Buffon. Jó van. Tudom, három. 25. perc, Juventus nyomás, Douglas Costa azonban kivezeti, kirúgás. Szép játék, egy érintőben most gyorsan felérünk, és Hunter lép neki, kapja a labdát, az hosszú, Chiellini ment vele sajnos. Imre, szevasz, köszönöm szépen a csírt. Köszönöm, köszönöm. Végre egy kis szurkolás a lelátóról, Ronaldo kapja mindeközben. Az előbb is akkor rúgtunk gólt, mikor elkezdtetek bíztatni, csak mondom, Cuadrado, szép a cser, Ronaldo fölé. Igen, Szczesny, igen. Én tudom, hogy kell kimondani, csak a megfelelő nyelvi képességeim hiányoznak hozzá. Verratti, ez most egy szép játék. Eljut Neymarhoz, Neymar cipeli befelé, Neymar megjátsz a Huntert. Nincs lövés. És ráadásul még kincsíts a labda, Matuidi. Cuadrado. Nagyon szépen hozza ki a Juventus, Cuadrado. Indítja Ronaldót. Nem lesz egyszerű utolérni, Ronaldo. Nagyon önzetlenül beteszi. Meg kell küzdeni ezért a meccsért rendesen, Neymar. Kapja vissza, Hunter megy mellette, Hunter. Le középre jön a támogatás, Mbappé lép ki, Mbappé okosan! Szent túl közel volt a kapus, pedig zölden villogott, most jó volt a finishing. Ronaldo. Cuadrado. Vigyázni kell, mert nagyon gyors játékosok vannak ugye a Juventusba is, de Diára visszaér. Szép! Hunter, Mbappé, Hunter kérné. Lassú, lassú, Alex, lassú. Szépítünk, semmi gond. Kedira. Sandro. Elhalkul a közönség is, mindenki lélegzett visszafolytva figyeli ezt a Juventus támadást, ugyanis Dybala tisztán lép ki és beteszi középre! Úristen, mit fogott Buffon! Matuidi. 14 méterről, hogy beletette a lábát, és egy reflex mozdulatta az olasz kapus. Hát most nagy szerencsénk van, hogy ilyen hálóőr van ott. Szépen lefüleltük ezt a rövid kis szögletet, most Verratti jöhet előre. Verratti kicsit egyedül van, kelj föl, kelj föl! Fetrengés az, komolyan mondom, hibátlan. Hunter egyelőre 6.0-án. 42. percben nem sokat tudtunk felmutatni, és megint egy Juventus helyzet, egy gyönyörű ütempaszból! 1-0. 1-0. Ajjajajajaj. Dybala. Vezet az ellenfél. Na most van baj. Nem tud lefordulni. Dybala, Cuadrado. Összeszedjük a labdát. Szép játék, Hunter. Okosan kihozzuk most. Neymar. Mbappé! Csak bement! Gól! Hunter is megszerzi az első gólját. Ú, de szépen csillog a cipőtalpad.
Hú, betesszük középre, az első nem sikerül, de másodjára. Csak begyötörtük. Jó, srácok, egy-egy. Még itt az első játékrészben sikerült szépíteni. Nem mondom, hogy egy szép gól volt, de tiszta lappal jöhetünk ki a második fél időre. Na gyerünk, PSG Juventus 1-1. Támad a Juventus, Kedira. Hunternek kellett egy kis idő, még ugye bemelegedett. De most úgy néz ki, hogy magára talált. Hunter. Szépek a cselek, Hunter. Megjátszaná a társat. Kicsit hosszú volt a labda, bedobás. Neymar. Necces a bedobás, el is éri az ellenfél, de marad nálunk. Most ott tarthatjuk őket a kapujuk előtt, ha ügyesek vagyunk. Draxler szépen egyből indítja Mbappét, és tegyük be középre! De nyomkodom több, nem tudok leszokni róla, hogy ne egyszer nyomjam meg a lövést. Mert itt nyomkodom, mint az állat, mert hülye vagyok, és eltörjük a labdát teljesen. Mert az oké, mikor simán lövök távolról, akkor nem nyomom meg fölöslegesen többször, de ezeket a kikényszerített szituációkat, ezt le kell erről szoknom, mert ez így borzasztó nehéz lesz, majdnem megszereztük a labdát. Ronaldo kapja elő, Ronaldo, gyönyörű. Thiago Silva oldotta meg szépen, jöhet előre Lassana Diarra. Hunter, Draxler. Meretti. Az lesz gyanús. Igen. Az lesz is volt. Igen, Somiño, vissza kell még elszoknunk, ez ilyen, de nem gond. Az a Hunter gól az nagyon sokat számított az értékelésünkbe, úgyhogy boldogság. Hunter. Ú, micsoda labda átvétel! Már láttam a kapás lövést a lelki szemeim előtt. Ezt a új labdaérintéses átvételt, ezen még finomítani kell, de nagyon szép megoldásokat lehet majd kihozni belőle szerintem. Dani Alves. Hunter. Hunter forgolódik, nem túl gyors. Szépen kijátsszuk. Marad Hunternél. Nem tudok lefordulni egyelőre. És rossz a passz, de megvan még mindig, Rabiot. Ott a háromszögek rajzolódnak ki, bizony-bizony. Verratti, az lövőhelyzet, Verratti! Nincs meg. Most beszorítottuk a kapuja elé a Juventust az utóbbi percekben, sokkal jobbak vagyunk. Rabiot megküzd érte, megvan, Neymar, Hunter. Nincs idő lefordulni. Az a baj, hogy nem túl erős Hunter. Meg erőltetem ezeket a befordulásokat. De kitapasztaljuk, semmi gond. Hunter! Hú, hosszan toltam meg, nem volt idő lőni. De megint beszorul a Juventus, és csak kétségbe esette rúgdossák ki a labdákat a 16-osuk előteréből. Quadrado! Lássuk, most tudnak egy jó kontrát vezetni. Quadrado jól indítaná. Ha jól látom Ronaldót, de túl későn. Ajjajjajjajjaj. Kicsit flagmáztunk. Instrukciók, Impress the Boss, 7,7-et kell elérni, és 2 chance-ot kell kiharcolni, jó? Akkor még itt össze kell szednünk magunkat Hunterrel. Hunter, ez egy rossz volt. Ez egy rossz passz volt, drága Alex. Semmi gond, van még 20 perc a mérkőzésből. 7,2 nálunk, 7,7 a minimum, és még egy helyzetet ki kell alakítani. Jön a Juventus, Dybala. Nem engedjük ott el, gyönyörű a becsúszó szerelés, erről van szó, lesz. A nagy öreg, sokat virágzását élheti a PSG-ben, Verratti, Neymar, Hunter vissza Neymarhoz, Neymar! Nehéz ez egy az egyes befejezés, basszus. Nem baj, szép helyzet volt, szöglet. Élesen belőtt labda a rövidre, kipattan. Próbálkozhatunk újra, Verratti teszi be középre, Rabiot szépen megy el, Rabiot lő! Szezsnyi! Újabb szöglet. Jól jön be az is, most
középre egészen. Megint Verratti gyűjtheti be, Verratti. Vegyük át a túloldalra, Rabiot. Kérik vissza középen, szép játék, ott a lövés! Tisztára játszottuk Lassana Diarrát, de ez csemege volt az olaszok kapusának. És viszont szépen letámadunk, megint csak ki kótya vetyélik a labdát. Hunter meg is kapja, rossz az átvétel. Megint közbe szúrtunk. Rabiot, Dani Alves, Hunter. Megint hosszan veszi át, ezt labdakezelési tréningre is el kell még küldeni Huntert, ebből Ronaldo indulhat. Ronaldo lendületben, nem jó a passz. 78. perc. Egyelőre még távol állunk az elvárt szinttől, 7,4-en, Ronaldo megint. Dybala fordul. Itt a szerelés, Ronaldo, ne hagyjuk, hogy ellője, jó, szép a blokk. Juventus szöglet, 10 perc van hátra a meccsből, a hosszú oldalra Buffon öklöz. Próbálom begyűjteni Neymarral, és sikerül is, megvan a labda, és nagyon szépen hozzuk el, Dani Alves. Középen jönnek ketten is, túl erős volt a passz. Ezek megint a Juventus percei, nagyon pörög a játék ide-oda, néha mi vagyunk sokkal jobbak, néha meg a Juventus veszi át az irányítást. Ez most sajnos utóbbi, Ronaldo. Szép a becsúszás, de szerencséje van, visszapattan a labda Douglas Costához. Megint szerelünk, jó van. Verratti, Neymar. Hunterhez az indítás, szép. Visszaszerezzük, gyerünk, megvan, gyönyörű. Hunter felé a labda. Ott pattog, nincs meg. Basszák, mármint hogy a manóba. Silva. Szép. És ott megy Mbappé. Gyönyörű labda, Mbappé. De hogy ér utol egy Alexandro egy Mbappé-t? Jó, mondjuk Alexandro is rohadt gyors, de na. Csere. Nincs idő, be kell adni a labdát. Matuidi ott eltűnt középen, fogalmam sincs, kidob. Sajnos úgy néz ki. Nem, mi dobunk. Ez egy érdekes szerelés volt megint a játékos háta mögül. Juventus kontra, egy perc van hátra a mérkőzésből. Now or never, el kell venni a labdát. Ott is van a szerelés. Rabiot. Hunter a les határon, nem ő kapja, hanem Guedes teszi középre. Nem. Igen. Hunternek. Tedd be, Hunter. Befújta, mi? Vége. 1-1. 1-1. Hunter gólt lőtt, de nem tudtuk megnyerni a meccset, és az értékelésünk sem volt kellően jó. Pedig izzadtam rendesen, hogy meglegyen, de íme a performanceunk 7,4. A két chance megvolt, de nem tudtuk a meccset sem megnyerni. Sad face. Sad face. Nem baj, lőttünk egy gólt. Ez mi ez a torony egyébként itt Tokióban, amire én azt hittem, hogy az Eiffel torony? Jó, nyilván tök más a háttér, csak ugye Párizsban játszik Hunter, szóval azért gondoltam. Úste, már is kaptunk egy csomó új cuccot. Ja, kaptunk új tetkókat, meg ilyenek. Mindegy, most nem buzeráljuk tovább Alexet. Érted? Tokyo Tower. Innen látszik, hogy műveletlen vagyok a keleti kultúrákat tekintve. Köszi. Tokyo Tower. Aha. Na. Jön a döntő. Na kivel játszunk? Na gyerünk, spam it. Alex Dani, az első, akit meglátok. Alex, jó. Lejárt az idő, bocs, srácok. Szia, Avid.
Ne haragudjatok, srácok, csak pont annyi késés volt, hogy el kellett nyomnom, mire megláttam az elsőt. De többen Alexet írtátok, úgyhogy jó. Na, döntő mérkőzés, a felkészülési torna döntője, PSG United. Na gyerünk, baby, gyerünk, kapd el őket, Tigris. Most nincs itt egyegyezés, meg ilyenek. Szép a Chanter, így ott kifelé sok az ember, tegyük vissza középre, semmi gond. Bent tartjuk a labdát, feltöröljük velük a padlót, srácok. Ez az. Verratti, ott jön az ember középen, Mbappé, ott van még! Teljesen... Én is izgalomba jöttem. Kemény labda középre, ott pattog, pif! Csak nem sikerült leszorítani. Semmi gond, meg volt az első helyzet, most nincs kegyelem. Pörögjetek fel, srácok! Hadd lássak egy pár pingvin spamelést a cseten, vagy valami. Éledezzünk, gyerünk, Mbappé! Hát döntő. Hát jó, tudom, hogy felkészülési torna döntő, senkit nem érdekel, de akkor is döntő. Hunter. Jó a csá, Hunter. Ott a passz! Micsoda meglátás! Micsoda gólpassz! Ott az első gól! Neymar! Mi passz volt? Hát mi a véleményed, Klári? Úristen, Bástya, hát ez mekkora play volt, mindjárt becsérelek a gatyámba, ha érted, mire gondolok, gyakorlatilag 200 ütés, baszasszad neki. Hát mi? Hát mi? Hát mi ez a gól? Hát ki vagyok én? Hát micsoda labda volt? Hát még a timed finishinget is elrontottam, és még úgy is befejelte, akkora labda volt. Hát... Hát kitől látsz ilyet? Hát... Édes is! Hát fogjatok le! 1-0! Na látjátok? Itt a mentalitáson kell változtatni. Pörögni kell, nem itt izé... Hébe-hóba lépecolunk, fifázgatunk, ne szállj! Nem! Menni kell! Na gyerünk! Williams-et le is szereltük. Hunter, Verratti, szép játék, Mbappé, gyújtsad be a rakétákat, fiam! Hunter megy középen, mélységi labda, jön a kapus, jó. Semmi gond. Semmi gond. Meg lehet az, szép szerelés, Draxler, ott kéri Mbappé a túloldalon. Ez is sassan észrevétel, micsoda csúcs, nézd meg, hogy flagmázok, hopp. Ez az. Na ezt már szeretem. That's the spirit. Amikor együtt mozgunk, srácok, látjátok? Ez úgy működik jól. Együtt dobban a szív. Ez az, szép a szerelés, Neymar, Hunter. Hát igen, Hunter azért nem cselez úgy, mint Mbappé. De tud adni egy ilyen szép labdát, ott van középre! Megjegyeztétek ezt az arcot? Nézd meg, közelről. Yes! 2-0. Figyeld, hopp ott a labda a szélre, nincs ott senki. Hopp vissza középre! Soszi! 2-0. Drexler. Hú! Na gyerünk tovább, hadd menjen, pörögjön. Pogba. Alexis. Beahnald. Kérhám a labdát, Beahnald. Add ide. Köszönöm szépen, Verratti. Neymar kéri, behúzódott középre. Hopp, ott azért egy kis flagmacselbe játszott Valencia. Marad az ellenfélnél. Küzdjünk, küzdjünk. Ez az Neymar. És megy az indítás. És Hunter kéri. És Mbappé már indul. Látlak, fiam. Bizony, hogy látlak. Meg is van. Mbappé egy csel befelé. Bum! Szöglet. Hú, de élek. Csináljunk egy kis szögletet. Így is van, Mbappé, nagyon szépek a cselek. És most a be... Ezt nem így akartam egészen pontosan. Nem baj, megvan, csináljunk úgy, mintha ez lett volna a terv. Vegyük el, nincs előny szabály, semmi ilyesmi. Ez most egy szép United kontra. Megvan. Johnny Hero, köszönöm szépen a 8 hónapos feliratkozást. Pörögjenek a pingvinek.
csak a Chelsea pacsi. Ne. Köszönöm szépen. Hunter. Megint ott van Mbappé üresen, csak mondom. Igen, így is lehet. Ha el akarjuk adni a labdát, Alexis. Nem ám, nem cselezgetsz ellenem. Hunter kéri. Meg is kapja, Hunter. Szépek a cselek, megforgatjuk az embert, és adjuk a passz, gyönyörű. És a hosszú oldalon jön most Neymar, mondom, a hosszú oldalon, ott is jó! Verratti fejelt. 28. perc. 2-0, Hunter fölpörgeti, mi? De ez mi? Mi? Ott, mutasd meg. Ez hogy? Kérdem én ezt hogy? Pörgeti. És mi? De hogy ez hogy? Hát ez hogy szabályos? Hát átpörgettem Pogba fölött a labdát, azt olyan medve puszit adott, hogy... Pif! Hát ez a mi? Hát mibe vagy? Pif! Hát ott marad a földön. Ne. Na mindegy. Pogba jön előre a jobb oldalon, Matával az összjáték. Kapja vissza Pogba, szép játék ez most a United-től. Pogba cselezget, Pogba, még mindig Pogba, Marquinhos. Szép a szerelés, hozzuk ki. Felszabadítással ér csak ez föl, Valencia. Megint Pogba. Érdekes helyen tűnik föl ott a jobb oldalon, de megvan a bogyó. És már kéri Mbappé. És nem kéne így fölrugdosni, nem tudom miért csinálom Pogba ezúttal középen. Megjátsza Danny Williams, Sanchez, szép a blokk, Mbappé, Hunter, jó játék, megy Mbappé megint, jó a meglátás, kicsit magasra pattan a labda, de megvan, Verratti, Neymar, ott jön az ember, lőni kell, de hea, ott marad még, Verratti, kapufa, nincs újabb gól, angola spori, lehet amúgy, igen, valami volt ott. Amit csak az angolok értenek. Semmi, ez szabályos volt. Az előző az volt ez is. Rövid a labda Mbappénak, kicsit megrángatjuk Youngot. Ez az. És Hunter kilép, és észrevettem, és... És les. És les, pedig nagyon észrevettem, hogy itt szedte a lábát a védők között, de igen. Előrébb volt, bocsánat, ez véletlen. Közeledünk az első félidő végéhez, még 5 perc van. 2-0. Szép labdaszerzés. Diarra. Megint Mbappé. Hoppá, egy kis brazilozás a franciától, hogy egy ilyen képzavarral éljek. Alves, Hunter. Szépen jár a labda lábról lábra. Neymar, gyönyörű játék. Túljátszottam. Mbappé. Verratti, opp, ott befűztünk egy embert, Mbappé, szépek a cselek, Mbappé, Verratti, ott az üres ember, túl sok volt a védő, Williams kontrázhat, Matával, csatlakozik Valencia, Pogba, vissza a spanyol karmesternek, gyönyörű szerelés, első féli, ugye, Williams, Danny Williams fölé, jó, szia Cole. Első játékrész utolsó momentumai. Szépen hozzuk ki, és megy Mbappé, bizony, hogy megy, és megy mellette Hunter is. Mbappé, egy csel, nem adjuk be, nem vette be Young. Úgyhogy ezzel zárul az első játékrész 2-0 az ázsiai felkészülési torna döntőjében. Hunter csillog-villog, de gólt még nem szerzett, egy asszisztja van. Na hát, ha majd a második 45 percben. Azért Williams-szel lövessünk egy gólt, hogy jobban kijöjjön neki a karrier. Ugyan már biztos lesz lehetőségünk majd. Amúgy igen basszus, azt mondták, hogy attól függ a szerződés hosszabbítása. Na mindegy. Hát nem tudok egyszerre két kapura játszani. Ez duplán is ugye érvényes. Neymar.
Szép a csel, Hunter egy lövőcsel. Kicsit az túl sok volt, de Hunter megtartja a labdát, lepattannak róla a védők! Hunter, szép csavarintás volt a hosszúra. Kicsit kevés volt benne az erő. Rabiot. Visszaszerezzük. Lassana Diarra, Hunter. Nincs meg. Kicsit mintha beszorulni látszana a United, hopp, ott mellé csúsztunk, ez nem jó. Williams Alexishez, Pogba. Pogba menne el, megvan. Neymar, Hunter, Mbappé. Rossz labda volt Huntertől. Próbáljunk javítani. Örög előre a United támadás. Alexis közé.